Csökkent Magyarország népessége, nőtt a lakosság iskolázottsága és felére csökkent a munkanélküliek száma. Lezárult a mikrocenzus. Nyilvánosak a kis népszámlálás adatai. Összesen 1,5 millió kitöltött kérdőív érkezett be a Központi Statisztikai Hivatalhoz. Közzétette a KSH a 2016-os őszi kis népszámlálás adatait. Az időközi népszámlálás a magyar lakosság 10%-át érintette. A Központi Statisztikai Hivatal ennek köszönhetően tud adatokat nyerni, többek között a népesség nagyságáról, iskolai végzettségről és társadalmi helyzetéről. A lakás és személyi kérdőívek kitöltése kötelező volt, a kiegészítő kérdőívek megválaszolása azonban önkéntes volt. Végül a kijelölt címek 92%-áról érkeztek be kitöltött kérdőívek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 24 ezer cím volt kijelölve a mikrocenzus felmérésére, ebből közel 12%-uk, mintegy 2800-an az online kérdőíven keresztül válaszoltak. A számlálóbiztosok 22 ezer címre mentek el személyesen, végül a sikeres beérkezett lakáskérdőívek száma 19 ezer volt a megyében, ehhez még 45 ezer életvitelszerűen a megyében élő személyi kérdőív adatai is rendelkezésre állt. A témát folytatjuk itt a stúdióban, Malakuciné Póka Mária a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az adatok tehát nyilvánosak, most már ebbe bele lehet tekinteni, igaz, hogy még ennek lesz egyfajta összerendezése, de ezt a adatgyűjtést, ezt a mikrocenzust különlegesnek nevezte a KSH, miért? Hát a különlegességét a nagy mintás felvétel adta, hiszen ahogy elhangzott, a háztartások 10%-ára terjedt ki. Ilyen nagy mintás összeírásra eddig nem került sor. A másik jellegzetessége a kiegészítő felvételek széles skálája, amelyek gyakorlatilag hiánypótló felvételek. Ilyen volt ugye a társadalmi rétegződésre, a foglalkozások presztízsére, a szubjektív jólétre, az egészségkárosodásból fakadó mozgáskorlátozottságra, nemzetközi migrációra vonatkozó kiegészítő felvételek, tehát ez egy széles skála, és ugye első alkalommal teljes körén GPS közös volt az összeírás, internettel vagy tablettel történt. Ez azért nagyon sokat könnyített és gyorsított is az adatfeldolgozáson, gondolom. Így van, tehát gyakorlatilag ez, amiről most tudunk beszélni, ez az alapkérdőívnek a legfontosabb információi, tehát a hivatkozott személy és lakáskérdőívek legfontosabb adatait tartalmazza, de ősztől megjelennek további tematikus kiadványok, amelyek már a nagyon izgalmas kiegészítő felvételekkel is fognak foglalkozni. Ezeket az adatokat hol és milyen területen tudják nagyon jól hasznosítani? Hát ezeket a területeket elsősorban a családpolitikával, a társadalmi kérdésekkel foglalkozó szakemberek, a politikai döntéshozók, a civil szervezetek nagyon jól hasznosíthatják, de különféle pályázatoknál is nagyon jó háttér információkat nyújtanak. Én úgy gondolom, hogy a vállalkozói szféra befektetői is nyerhetnek információkat, ha nem is a jelenlegi, de majd a részletesebb, akár foglalkozásonkénti információk mindenképpen hasznosak lehetnek számukra is, akár a kamarák számára is, tehát egy nagyon széles kör tudja használni ezeket az adatokat. Az adatgyűjtésben néhány területet már az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben ki is emelt a sajtó. Nyilvánvalóan mindenki kíváncsi volt a népességre, a népesség és a családok összetételére. Ezt, hogyha megnézzük országos, illetve megyére vagy régióra levetített adatok alapján, akkor hogyan alakult a népesség összetétele, a családok összetétele? Ez a legizgalmasabb része, nagyon jól rátapintott a lényegre. Tudnélék, az iskolázó és a családi jellemzőkről nincs az intézményi adatgyűjtés kapcsán információnk. Természetesen a népesség számára, a családi állapotára, egyebekre vonatkozóan azért folyamatosan vannak információk, nem csak akkor, amikor mikrocenzus van. Meglepetéseket is hozott a háztartás és családi jellemzők információi. Tudnélik, megszűnt a háztartásoknak a felaprózódása. Ez egy hosszan tartó folyamat volt, ami leginkább az váltott ki, hogy az egyszemélyes háztartásoknak a száma csökkent. Ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 222 ezer körül van a háztartásoknak a száma, ezek az életvitelszerűen együtt élők, egy fedél alatt lakók, tehát ez egy gazdasági közösség, és itt most már 47 ezer alá csökkent az egyszemélyes háztartásoknak a száma.
valamelyest kevesebb lett a párkapcsolaton, itt a házastársi élettársi kapcsolaton élőket értjük. Ez a megyében is azért ez a zöme egy ilyen 50%-ot jelent. És ami izgalmas, az az, hogy amíg országosan a több háztartások együttélése az csökkent, tehát egy minimálisra redukálódott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért ez nőtt, és egy jelentős szám, tehát a 222 000 háztartásból 5 000 olyan háztartás van, akik együtt élnek, tehát két vagy több háztartás együtt fedezi a mindennapi megélhetés költségeit. Ezekből azért messze menő következtetéseket lehet levonni. Ez jelentheti azt is, hogy több generáció együtt él, vagy több generációs családok együtt élnek? Igen, a részletes adatok, tehát korcsoportos bontásban még nincsenek meg, bár vannak részletes táblázatok, sőt járásonkénti adatok is. Hát ugye ez egy nagyon részletes kutatást igényelne, hogy akkor megnézzük, hogy milyen korszerkezettel élnek együtt ezek a háztartások. Lakhatás és lakástulajdonra vonatkozó adatokat is gyűjtöttek. Igen, ezek igazából a lakásállománynak egy kisebb mérséklődését mutatják Magyarországon, tehát 4,4 millió a lakásállománynak a száma. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van ebből 216 500. És ezt a csökkenést leginkább az mutatja, vagy az okozza, hogy az építések szintje az tartósan alacsony volt. A lakosság egy része azért városokba áramlott, községekbe hagyta a lakásokat, azoknak az állapota olyan szinten romolhatott, hogy már nem minősülnek a lakásállomány feltételeinek, nem felelnek meg. Tehát mindezek a folyamatok együttesen egy kisebb lakásállomány szám mérséklődést eredményeztek. Igazából növekedést azt a Dunától nyugatra fekvő részeken lehet kimutatni, a Dunától keletre fekvő térségekben viszont kivétel nélkül egy elég jelentős lakásállomány csökkenés következett be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is jellemző volt az a kép, hogy a külső területeken, illetve vidéken, a kisebb településeken sok az üres lakóház? Igen, igen, a település típusonkénti adatok azok országosan vannak meg, megmondom őszintén nem kutakodtam alaposabban ezek urán, de jellemzően igen, azokon a helyeken vannak ezek a lakások. Amikor nem lakott lakásról beszélünk, egyébként amelyeknek a száma azért jelentősen növekedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 19 000-ről egy 24 000-re, és országosan is, miközben a lakásállomány csökken, egyre több a nem lakott lakás. Azért az egy összetett fogalom, mert a nem lakott lakásokba beletartoznak az üres lakások, beletartoznak azok a lakások is, amelyet irodai célra, üzletek alapítására, és beletartoznak azok a lakások is, amelyeket csak életvitelszerűen, idényszerűen használunk, tehát ez egy meglehetősen komplex fogalom. És ami éppen amiatt, hogy egy csökkenés van, nincs egy intenzív dinamika, azért a minőségi jellemzők tekintetében sincs olyan nagyon nagy ütemű változás, mint korábban volt. Bár azért felújításokra, egyebekre jelentős források jutottak, de ez nem olyan, mint amikor építések által rossz állapotú lakások lényegesen jobb minőségűre cserélődnek. No, hát tovább fogjuk még beszélni a különböző területeket, hiszen lesz ennek még nyilvánosságban. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk.